a pusztaszeri tájvédelmi körzethez tartozó Csajtó, amely ősi állapotában szikestól volt, 1964-ben átalakításra került halastó rendszerré, gátakkal, töltésekkel, zsilipekkel és halgazdasági kisvasúttal. A nagy kiterjedésű tórendszer egy része az utóbbi években már természetvédelmi célokat szolgál, mivel számos ritka madárfaj táplálkozó és költőhelye. 2021-től a tórendszer teljes mértékben a Kiskunsági Nemzeti Park kezelésébe került, de a Nemzeti Park a halászati tevékenységet a jövőben is megtartja, ezért áprilisban 17 tonna halat telepítettek a tavakban. Pusztaszeri tájvédelmi körzet északi részén a Csanyteleki halastavak 2-es tavának a gátján állunk. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága az elmúlt 2 évben a minisztérium segítségével rendezte azokat a nagyon lehetetlen tulajdonviszonyokat, ami az elmúlt 15 évben itt kialakult a halastó mentén. Jelen pillanatban teljes egészében állami tulajdonban van a tó mintegy 850 hektáros területe, és a Kiskunsági Nemzeti Park a vagyonkezelője. Ettől az évtől halgazdálkodók is vagyunk, aminek a lényege az, hogy a természetvédelmet, a halgazdálkodást és az ökoturizmust szeretnénk komplexen érvényre juttatni. Első lépésként ide a 2-es tóba telepítettünk két nyaras pontyokat. Azért két nyaras pontyokat, mert ezek már elég nagyok ahhoz, hogy lévén madárrezervátumban vagyunk, a madárkár várhatóan elenyésző lesz. A halakat egy tiszamenti halgazdaságból hozták a tóba, zömében pontyokat. Igazi tiszai alakja van, a tiszai nyúlgák voltak régen ilyenek. Aztán ezt enyésztette ki Tőpontnak a magyar, akkor még állam. És akkor ebből lett egy ilyen búvosabb hal, ami gyorsabb növekedésű. A most telepített halak megfelelő súlygyarapodás után értékesítésre kerülnek. Ugyanúgy értékesítjük, mint ahogy korábban a KFC értékesítette, vagy még korábban a szövetkezet. A különbség az, hogy elsősorban őshonos halfajokat, compót, csukát, harcsát és rendesen nyúlgapontyot telepítünk, de hosszabb tenyészidővel és az itt fészkelő madárvilág életfeltételét is figyelembe véve gazdálkodunk. A tórendszer jelenleg többféle funkciót is betölt. Halgazdálkodás, vízgazdálkodás, elsősorban belvízvédelem és természetvédelem, ezt folytatjuk mi is azzal, hogy az ökoturizmussal fogjuk kiegészíteni, illetve a természetvédelem természetesen nagyobb prioritást fog nyerni. Jelenleg a tórendszer csak kutatási célra látogatható a Kiskunsági Nemzeti Park engedélyével. Várhatóan a következő 2-3 évben már szervezett formában látogatható lesz a tórendszer. A remények szerint a Csajtó és környéke a Kiskunsági Nemzeti Park egyik egyedi és különleges élményt nyújtó területe lesz. A kiskunsági füvespuszták ritkán látható óvatos madara a túzok, amelynek kakasai megkezdték rendkívül látványos násztáncukat. A dürgésnek nevezett jellegzetes tánc alkalmával az egyébként is nagy testű 15-18 kg-os madarak igyekeznek még nagyobbnak látszani, hogy elriasszák féltve őrzött területeikről a riválisokat. Az önmutogató tánc alkalmával fejüket hátrahajtva, torokzacskójukat felfújva és szárnyukat kifordítva kihívóan pózolnak a tyúkok előtt is. Sajnos állományuk az utóbbi években megfogyatkozott, bár a fokozott védelem eredményeként a legutóbbi számlálás szerint Magyarországon mintegy 1350 madár található. Közülük a Felső Kiskunságban mintegy 350-400 túzok fészkel. A Magyar Madártani Egyesület címermadaraként is ismert túzokokból a II. Világháború előtti időszakban 10-12 ezer példányt is számláltak hazánkban. Ez a létszám ma közelítőleg az egész európai állományt jelenti. A túzokok és élőhelyeik védelmére nagyszabású programokat dolgoztak ki, így várhatóan számuk nem csökken tovább. A fokozottan védett madarak természetvédelmi értéke 1 millió forint egyedenként.
A hazai szikes tavak számának csökkenésével az ezekhez a vizekhez kötődő gulipánok száma is egyre csökkent a Duna-Tisza közén. A rendkívül kecses madár csak a kimondottan sósvízű tavak mentén él meg, mivel ezekben tanyázik főtápláléka, egy alsóbb rendű rákféle. Az afrikai tengerpartokon terelő gulipánok március végén már párokban térnek vissza a Kiskunság még meglévő szikes tavaihoz. A partokon jellegzetes kaszáló mozgással szűrik ki csőrükkel a vizet a táplálék után kutatva. Az ornitológusok nagy örömére Fülöp-szállás közelében egy nehezen megközelíthető tó partján több mint 20 pár gulipánt sikerült megfigyelni. A madarak minden bizonnyal itt is maradnak a háborítatlan környéken. A szaporodásra is remény van, mivel sikerült megörökíteni a párzás néhány másodperces ritka pillanatát. A gulipánok három hét alatt költik ki tojásaikat, így május végére már a fiókák is láthatók lesznek. Alig 100 éve Csernel István, híres ornitológus még arról írt, hogy néhány év múlva talán már végleg eltűnnek ezek a ritka szép madarak a hazai vizekről. Szerencsére jóslata nem vált valóra, mivel a fokozott védelmet élvező itteni populáció mintegy 200 párra tehető jelenleg. Az elmúlt évtizedekben fokozatosan bekövetkezett klímaváltozás hatásai a Duna-Tisza közi tájakon is érzékelhetővé váltak. Elsősorban az időjárás tért el a korábbi évekétől, ez részben előre vetíti a következő időszakban várható hatásokat is. A meteorológusok azt jelzik, hogy 2020 és 2050 között 30-al több hőségriadós nap lesz térségünkben, mint 1960 és 1990 között volt. Már jelenleg is eltűnőben van a tartós faggyal és hóborítással járó téli időszak, amelynek következtében nagy mértékben megszaporodhat a vérszívó és egyéb kártékony rovarok és rákcsálók száma. A szélsőséges időjárási jelenségek erős viharokat és árvizeket okozhatnak tavasszal, amelyeket csapadékhiányos nyári időszak követ. Ezek a jelenségek a természetes élővilágra is nagy hatással vannak, erősödik a lágy és fás szárú özönnyomok terjedése. Sok állatfaj egyedszáma csökkenhet, mások viszont tömegesen elszaporodhatnak. Látványosan változhat a madarak vonulási szokása. Egyes fajok itt telelnek, mások táplálékhiány miatt sokkal hamarabb délre költöznek. A változások folyamatos regisztrálására, valamint az esetlegesen folytatódó felmelegedés és csapadékhiány következményeinek előrejelzésére a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóintézete több mérő- és kutatóállomást is létesített a Kiskunsági Nemzeti Park területén. Ezek segítségével lesz részben lehetséges az élővilág leginkább veszélyeztetett elemeinek átmentése a jövő számára. A jelenlegi járványhelyzetben a Kiskunsági Nemzeti Park által szervezett szakvezetéses túrák még szünetelnek, de a szabályok betartása mellett továbbra is lehetőség van egyéni vagy családos túrákra. Érdemes ezért felkeresni egy-egy rövid túrára a Nemzeti Park Kecskeméthez közel eső tanösvényeit. Ezek közé tartoznak a Tőserdőből induló, 3,5 km hosszú Konyvirág tanösvény, illetve a Fülöpháza közelében a Naprózsa erdei iskola parkolójából induló 2 km hosszú
bárány-pirosító tanösvény. Akik viszont távolabbi túrára vállalkoznak, azoknak a Mórahalom melletti nagyszék sóstó felkeresése ajánlott. Itt a nagyszámú és változatos madárvilág megtekintésére megfigyelő helyeket is kialakítottak. Kevesen tudják, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park Kecskeméthez legközelebb eső területén, a fülöpházi homokbuckák vidékén régóta egy erdei tornapálya is található. A várostól mindössze 20 kilométerre kialakított tanösvény és tornapálya jól megközelíthető az 52-es számú útról, a Naprózsa Erdei Iskola jelzőtáblánál letérve. Itt tágas autóparkoló és több információs tábla is útba igazítja az érdeklődőket. A tanösvény mentén még az 1980-as években alakítottak ki egy kis tornára buzdító állomássort, amelyek ugyan megmaradtak, de felújításra szorulnak. Most a Nemzeti Park ezek mellett új vandálbiztos kondicionáló gépeket helyezett ki, amelyek gyermekek és felnőttek számára is alkalmasak tornagyakorlatokra és az erőnlét felmérésére. A láb, kar és vállizmokat is megmozgató készülékeket egymástól néhány száz méterre helyezték el, így használatuk közben pihenőt is lehet tartani. Az időjárásálló kondicionáló gépek minden évszakban használhatók, így az autósoknak is érdemes egy rövid, lazító pihenőre itt megállni. A parkolás és az eszközök használata ingyenes, közben pedig még lehetőség nyílik az itteni élővilággal történő megismerkedésre is. Lassan, de benépesülnek a kiskunsági szikes tavak. Akkor a tavaszi vízbőség jelentősen megemelte a déli határszél melletti tavak vízszintjét is. Így Mórahalom közelében az egykori szikes nagyszék sóstóét is. Ezt a tavat korábban halastóvá alakították, de a 2006-ban elvégzett élőhely rehabilitáció eredményeként kezdi visszanyerni eredeti szikes jellegét. A Kiskunsági Nemzeti Park Kőröséri Tájvédelmi Körzetéhez tartozó tavon megjelentek a barátrécék és a szárcsák tömegei, de néhány bíbic is fészeképítéshez kezdett az apró szigeteken. Mivel a tó az elmúlt télen nem fagyott be, sok kócsag is itt telelt, de újak is érkeztek a bőséges táplálékot nyújtó háborítatlan tóra. Az itt rendszeresen költő nyári dudak már párba álltak és fészket is építettek. A búbos vöcskök viszont még csak páros násztáncukat lejtik. A táplálék bőségét sejteti, hogy nagyszámú kormorán is érkezett a tóhoz, de velük együtt dankasirályok tömege is láthatók. A tó körül kialakított Bölömbika nevű tanösvény ideális túra lehetőséget biztosít. A madarak megfigyeléséhez pedig két torony is épült a tópartján. Hasonló a helyzet az édesvízű tavaknál és folyami holtágaknál is. Tőserdő mellett a szikrai holták közelében a súlymostónak nevezett maradványtó szintén megtelt madarakkal. Ide a Kiskunsági Nemzeti Park által kitűzött tanösvényvezet és madármegfigyelő torony is várja az érdeklődőket.